Édes Tova, március van, itt vagyunk a találkozások házában, és nagy örömmel szolgál itt az itt dolgozóknak, hogy lassan átadásra kerül az épület. Szeretettel köszöntöm Kulcsán Lászlóné Jutkárt, aki úgy látom ismét készült, hiszen készültetek az elkövetkezendő időszakra. Milyen új programokkal tudtok kedveskedni a városlakóknak? Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Hát először is nőnapra szeretnénk majd felhívni a kedves televízió nézők figyelmét. Március 6-án, ez egy hétfői nap, 17 órától kerül megrendezésre a program a Polgármesteri Hivatal házasság kötő termében, amikor Szőke Zoltán polgármester köszönti majd a hölgyeket, Varga Bálint szavalata után pedig László Attila nőnapi kis koncerttel kedveskedik majd a jelenlévőknek. Itt szeretném felhívni a figyelmet, hogy mivel a polgármesteri hivatal házasságkötő termének a befogadó képessége korlátozott, ezért szeretnénk mindenkit megkérni, hogy időben érkezzenek a rendezvényre. Sajnos itt pószékezési lehetőség minimális, bízunk benne, hogy tehát házunk lesz, és egy tartalmas kis délutánt fogunk majd együtt tölteni László Attilával. Meg most csak nők, földek menjenek. Igen, tehát lehetőleg hölgyek jöjjenek. Természetesen a párjaik is elkísérhetik, de először a hölgyeket szeretnénk majd vendégül látni a házasságkötőteremben erre a kis műsorra. Jó, úgy látom, van más is. Igen, március 15-ére is készülünk. Ebben az évben március 14-én, tehát keddi napon, 17 órától kerül majd megrendezésre az ünnepi program, szintén a polgármesteri hivatal dísztermében. Szőke Zoltán polgármester úr köszöntője után, dr. Vinnai Győző, országgyűlési képviselő úr mondja majd az ünnepi beszédet, és ezt követően a Hankó László Zenei alapfokú Művészeti Iskola, valamint a Tiszavasvári Kabai János Általános Iskola diákjainak közös műsora következik majd és ezt követően fákjás felvonulás indul majd a Vasvári Pászoborhoz. Ugye tavaly is ennek már nagyon nagy sikere volt, nagy érdeklődés mellett zajlott a program, így ebben az évben is megrendezésre kerül, és lovas huszár felvezetéssel történik majd ez a fákjás felvonulás a Vasvári Bászoborhoz, a Március 15 i térre, ott már a Városi Fúvózenekar térzenéje várja majd a térre érkezőket, és itt kerül sor majd a koszorúzásra. Na, ide nem csak hölgyeket vártok. Nem, hanem ide tényleg mindenkit, nagyon sok szeretettel várunk mindenkit. Tehát először ugye a polgármesteri hivatal házasságkötő termében az ünnepi programra, ezt követően pedig a fákjás felvonuláshoz bárki csatlakozhat majd, és természetesen, aki nem szeretne részt venni ebben a fákjás felvonulásban, akkor a március 15-et érre várjuk majd a megemlékezőket. Úgy látom, március elér sem telik el hiába, hiszen dolgoztatok. Így van, és már készítjük elő az áprilisi, májusi, sőt a nyári programokat is. Lehet esetleg valamit tudni csak így nekem és négy szem között az önforgatóról. Igen, tehát az időpont az már biztos. Május 27-e, ez egy szombati nap, tehát május utolsó hétvégéje, és a városi Standföldő területén kerül majd megrendezésre a program. Kérek mindenkit, hogy figyeljék majd a Vasvári Televíziónak a híradását, a hírmondó hasábjait, hiszen hamarosan közzétesszük majd az önforgató versenynek a felhívását, illetve egy kis program előzetes is majd várja az érdeklődést. Jutka, van -e még valami, mert ha nincs, akkor megkerek, hogy még egyszer az időpontokat, a mondjuk el. egyelőre a március elejei programokról röviden ennyit szeretnénk mondani. Tehát a Városi Nőnap március 6-a, ez egy hétfői nap, 17 óra, és a polgármesteri hivatalnak a házasságkötő termébe mindenkit. László Attila készül egy kis ünnepi koncerttel. Március 14-én kedden 17 órától kerül majd sor az ünnepi megemlékezésre. Március 15-i ünnepi programra tulajdonképpen és ide is várjuk az érdeklődőket, tehát 14-én kedden 17 órakor.